François Fiedler. Első önálló kiállítása a műcsarnokban egy régi adóssága a magyar művészettörténetnek és a magyar műélvezőknek is. Utoljára a műcsarnokban az 1940-es években állítottak ki François Fiedler képet. Ami nagyon fontos, hogy egy olyan festőről van szó, aki külföldön lett híres, a párizsi magyar festők egyik legjelesebb képviselőjéről van szó a hidegháború idejében. Világhírű, csak itthon nem. François Fiedler Kassán született. Kis túlzásra egy csoda gyerekről van szó. Tehát ő úgy indul, mint a magyar festészet Mozartja, és lesz belőle a magyar festészet Kurtágya. A 40-es években végig kiállít Budapesten számos helyen, ekkor kerül a műcsarnokba is több képek. Kiállítása már van Párizsban 49-ben, és ekkor elhagyja azt a teljesen hagyományos, majdnem hogy akadémiai, de mesterszintű figurális festészetet, ahogy eddig alkotott. Idáig kiválóan tudott utánozni, akár Mányoki Ádám, Rákóczi Ferenc képmását, amit ki is van állítva. Ezeket hagyja el teljesen, amikor megismerkedik a párizsi akkori kortárs művészettel, és nem egyszerűen egy utánzóról van szó, hanem ő lesz az egyik forradalmasítója a korabeli európai absztrakt művészetnek. Pontosan akkor hagyja el a figurákat, a formákat, a felismerhetőséget, amikor Jackson Pollock jelentkezik a tasizmussal és a festékeknek a fröcskölésével. Ugyanezekkel kísérletezik, és fog kísérletezni új módon François Fiedler. Ezeket a képeket látjuk a kiállításon, tehát a kiállításai válogatás azoknak az 50-es, 60-as, 70-es évekbeli alkotásoknak egy szelekcióját mutatják, amikor François Fiedler lólépésben haladja meg a korabeli európai festészetet. Olyan hatást hoz létre, hogy nem is tudjuk igazán, hogy merre van a képen a fönt és a lent, merre van az elől és a hátul. Nagyon nehéz belőni a képeknek a mérettartományát, ezért a képekhez igazából közel kell venni. Ezek olyan képek, hogy bár monumentálisak, nem csak a méretük alapján, hanem a hatásuk alapján is, és ráveszi a nézőt arra, hogy közel menjen, feltérképezze az összes repedésekben felsejlő átvilágító színeket. Nem is tervezi meg úgy a képeket, hogy egy konkrét koncepció, egy konkrét képet szeretne megalkotni, nem is nevezi el a képeit. És azt mondja Fiedler, hogy igazából a képeknek a megértéséhez odafigyelés, koncentráció és fantázia az, ami szükséges, és elgondolkodás. Egy kicsit a magunkról, a képről és a körülöttünk lévő világról, ez az, amit Fiedler szeretne elérni a képei nézőiben. Van olyan képe, ami kizárólag élőben élvezhető, pont itt például a kiállításon, mert nekünk kell föltérképeznünk, hogy mennyire domborodik ki a vászonból. Ezek a képek nem egyszerű képek, ezek a festmények valójában a művészetnek több műfajban is érvényesülő tárgyai.